Kedves barátaim, mondta Horn Gyula, elnézést, szóbotlásod, mondta Orbán Viktor, elnézést, köszönöm, a legkevésbé sem kímélik az embert. Ne haragudjon. Arra kérlek benneteket, hogy soha se feledjétek, hogy másként illatozik a széna a döglött lónak, és másként a döglött halnak. Megengedik, ugye? Én a jelenkor legnagyobb politikusának, Orbán Viktor tartom, ezt mondtam. Köszönöm. Kérem. Köszönöm. Kérem. Köszönöm. 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 Kérem. Biztosan voltak, akik meglepődtek ezen? Nem. De sikerült. Lepaktáltak az SZDSZ-szel. Mint egykor Hannibal. Lepaktáltak az SZDSZ-szel. Lettünk így is, lettünk úgy is. Kedves barátaim, nehéz úgy komolyan vennie magát az embernek, ha kicsinek érzi és kicsinek nevezi. Egy osztráknak vagy egy belgának biztosan nem az jut eszébe magáról, hogy neki kicsi. Van is okuk az izgalom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, éppen azért, mert az ország fele még mindig nem érzi magát sikeresnek, nem elég a fuldoklókat kimenteni a folyóból, valakinek el kell indulni felfelé a folyó mentén, segíteni, hogy az embereket beledobálják. Gondoljatok arra, hogy ha a jóisten liberális volna, akkor ma nem 10 parancsolatunk, hanem 10 javaslatunk lenne. Térdre imához Jézus Krisztus. Kedves barátaim, a tények azt mutatják, hogy csak a döglött hal úszik az árral. Népi humor, nagyon elgondolkodtató, amit mondott. Üljünk le és vitassuk ezt meg. Köszönöm. Kérem. Köszönöm. Köszönöm. Kérem. Hinnünk kell, hinnünk kell, hinnünk kell az időskor méltóságában is. Kösz, Viktor. Kösz. Bízni kell abban, hogy igenis vezet út keresztbe is. Sajnos, Csurka István sajnos már hordja be a meleg tömlőt a dunyha alá, miközben a miniszterelnök úr még kinn illatosítja magát a fürdőszobában, de a nász nincsen messze. Cáfolja meg, Csurka István, cáfolja meg, Csurka István. Az erő velünk van, az erő velünk van. Az erő akkor is velünk van, ha ezt ilyen halkan mondjuk.